büszkeség egy színésznek, hogyha egy ilyen magas kitüntetése rendelkező rendező kéri föl. Deák Kristóf első mozifilmje, az unokáscsalásról szól. A bosszú történetén keresztül azért ez egy felnövés történet is. Főszereplője Rudi. Gergő személyében megtaláltuk azt a tökéletes Rudit, aki egyszerre tud nagyon szerethető, nagyon kedves és közben erős, bosszúálló hős is lenni. Egészen más műfaj, mint a színház, de nagyon izgalmas, és igyekszem minden nap 2000%-on tolni. Jordán Tamás játssza a filmben Rudi nagypapájának a szerepét. Igazi kihívás és nagyon nagy öröm, ha fiatalokkal lehetek együtt. Déjà vu, ahogy látom itt a stábot, hogy olyan szakmai intenzitásra, hozzáértéssel, igényességgel dolgoznak, mint a régi nagy filmrendezők, mint a Jancsó, vagy a Bacsó, vagy a Zolnai Pali. Jordán Tamással meg megtiszteltetés együtt dolgozni. Ezek legendák, vagy, tehát hogy nagyon sokat lehet tanulni, és figyelek folyamatosan. Sok külső helyszínünk van, ebből fakadóan azért eléggé ki vagyunk téve a napszakok és az időjárás változásainak. Remélem, hogy látványos és szép kiállítású játékfilm van készülőben. Talán az egésznek a nagyszabásúsága miatt még csak azt érzem, hogy na most ez már egy igazi film.